Újra reneszánszát éri Magyarországon a pálinka. A 2008-as Magyar Pálinka Törvény újra szabályozta, hogy mit nevezhetünk pálinkának. Csak Magyarországon termett, feldolgozott és desztillált, érlelt párlatot lehet pálinkának ívni. Minden más csak gyümölcspárlatnak lehet nevezni. Fabuja Attila okleveles pálinka bíráló elmondta, az elmúlt egy évtized alatt változtak a fogyasztói szokások. Ehhez hozzájárult a Gyulemmár hagyományos fesztivál is. Az évek során a klasszikus alapgyümölcsök mellett megjelentek azok a különlegességek, esetleg vadon termő gyümölcsök, melyek érdekes és intenzív illat és ízaromákkal rendelkeznek. Részint a generációk közötti pálinka fogyasztás is, hiszen most már a fiatalok is megértik azt, hogy mi a jó pálinka, Miért érdemes jó gyümölcsből készített jó pálinkát fogyasztani, úgyhogy azt kell mondjam, hogy nagyon-nagyon sok minden változott. A kereskedelmi főzdék, akik alapvetően az elmúlt bő egy évtizedben meg sokkal, sokszor, sokszor utak, hiszen közel 200 kereskedelmi főzde van Magyarországon. Tehát sokan úgy gondolták, hogy vállalkozásként is érdemes a magyar gyümölcsről és a magyar gyümölcs készítéssel foglalkozni. Úgyhogy azt mondom, hogy nagyon széles most már a választék, úgyhogy mindenki megtalálhatja a számára a legkedvesebb pálinkát. A magyar pálinka 700 éves történetében óriási mélységek és hatalmas hegycsúcsok voltak. Az 1950-es években nem a minőség, hanem a mennyiség dominált, hiszen az akkori felezési törvény szerint a bérfőzetett pálinka felét ott kellett hagyni az állam számára. Becsapták az embereket régen, hiszen a boltokban pálinka néven olyan szeszesipari termékek voltak, amelyek soha egy gyümölcsöt nem láttak. Ezek voltak azért kommersz pálinkák. Tehát ezen nevelkedett pár generáció, akik mellesleg hozzászoktak egy picit ironikusan, ez a kicsit sem kicsit büdös, de a milyen jellegű pálinkához, azaz értékmentésként a lehullott, esetleg penészes volt, ha gyümölcsből készítettek pálinkát, nem foglalkoztak azokkal a szabályokkal, hogy hogyan lesz egy gyümölcsből élvezhető pálinka. Ez így összes összességében azt eredményezte, hogy valóban közel 50 éven keresztül a magyar pálinka méltatlan helyzetbe került, és ezáltal pedig a fogyasztói szokások is ledegradálták ezt az italt. Alapvetően azt mondták, hogy a pálinka egy dologra jó, hogy az ember nagyon hamar megittasodjon tőle, szép szóval kifejezve. Fabuja Attila kiemelte, el kell telnie még legalább egy évtizednek ahhoz, hogy a fiatal 18 éven felüli generáció értékelni tudja a magyar gyümölcsből készült pálinkát.